A programsorozat ideje alatt a könyvtár célja az, hogy minden korosztályt megszólítsanak, egészen a kisgyerekektől a nyugdíjas korosztályig. Ezért a szervezők igyekeztek úgy kialakítani az eseményeket, hogy az valóban minden korosztály figyelmét felkeltse. Elindult már a program hétfőn, a délelőtt óvodásoknak egy meseposztós foglalkozással, majd délután pedig Pákó Mária és tanítványai Rimaszombatból látogattak el hozzánk, megzenésített verseket adtak elő. Nagyon pozitív élmény volt nekem különösen, de a jelenlévőknek is. Zömmel középiskolások vettek részt a programon, és nagyon jó hangulatban telt el. Gárdonyi Géza két versét is hallhatták megzenésítve a gyerekek, és több magyar költő versei hangzottak el a rendezvényen. Kedden az Állatok Világnapja alkalmából Csodás Állatok címmel online ismeretterjesztő előadást tartottak a könyvtár dolgozói, illetve a látogatók egy író-olvasó találkozón beszélgethettek Fábián Jankával és Hajdú Katival is. A Kívánság című mesekönyv bemutatója volt ma az Egressy Bénik Városi Könyvtárban. A könyv maga a családi kapcsolatokról szól, és a testvéri szeretetről. Arról, hogy vajon az irigységet, a féltékenységet felülírja-e a testvéri szeretet. Mit jelent a kimondott szó? Az, hogyha egy kívánság teljesül, viseljük ennek a következményét? Természetesen igyekszem mindig interakciót kelteni, hiszen fontos számomra, hogy a gyerekeket bevonjam az előadásba, a bemutatóba, így magukének érzik azt. A hét további részében online könyvajánlóval és kvízjátékkal, könyvklubbal, meseposztós foglalkozással készültek a könyvtárosok, de emellett Nógrádi Gergellyel, Nógrádi Gáborral, valamint Kemény Kristóffal, a Puskás Öcsi könyvsorozat írójával is találkozhatnak az olvasás szerelmesei. Legfontosabb számunkra még a héten az a könyves vasárnap, október 9-én, ehhez is minden évben csatlakozik könyvtárunk. Rendkívüli nyitvatartással, hiszen vasárnap egyébként nem vagyunk nyitva, most 10 és 18 óra között várjuk az érdeklődőket, az olvasókat, és hát ezen a napon rengeteg akciónk lesz. Aki azon a napon eljön hozzánk és beiratkozik, erre az évre december 31-ig ingyenesen megteheti ezt, tehát ingyenes lesz a beiratkozás. Aki pedig páros látogatást tesz nálunk, azok a párok a jövő évre is beiratkozhatnak hozzánk ingyenesen. Az ingyenes beiratkozás 16 év felett online módon is kezdeményezhető, október 9-én 0 órától egészen 24 óráig. Erre a lehetőségre a könyvtár Facebook oldalán, illetve saját honlapján lesz lehetőség. Ezen kívül a szokásos megbocsátás akciót is meghirdette a könyvtár, amelynek köszönhetően a lejárt kölcsönzési határidejű könyvek után ezen a napon nem kell késedelmi díjat fizetni.